Kemény Zsigmond intenzíven foglalkozott kora társadalmi helyzetével, politikai tevékenységet is folytatott, így meglehetősen nehéz szétválasztani szépírói és politikusi munkásságát. Kemény Zsigmond nem csak a felvilágosult abszolutizmust ítélte el, de az általános népfelség elvét is, mert úgy gondolta, hogy ez zsarnoksághoz vezet, a néptömegek félrevezethetők, hogy ne mondjam megvesztegethetők. Gyakran emlegetett szava, ahogy a súlyegyen, ugye ezt a régies kifejezést használta, hogy az egyensúly, a harmónia, aminek felborulása csak is tragikus pusztuláshoz vezet. Szabad akaratunk van, de a szabad akarat előidézheti a történelemnek azon átláthatatlan mozgását, átláthatatlan fejleményeit, amelyek végzetté válva elpusztítják még a legjobb akarat által vezérelt cselekvőket is. Ellenfele volt az úgynevezett kodifikáció jogfilozófiai iskolájának. Kemény Zsigmond ezzel szemben az úgynevezett históriai iskolához tartozott, tehát az volt a meggyőződése, hogy a jogi ötletek, a jogi eszmények, az általános emberi jogi elképzelések nem elegendőek, hiszen az emberi társadalom, az emberi kultúra történeti meghatározottsága nem mellőzhető. Ez egyébként a korabeli liberalizmusnak az álláspontja volt, ugye az a liberalizmusé, amely bírálta a felvilágosodás ideológiáját, annak elvont bölcseletét, utopizmusát, és persze a forradalmi illúzióit is. A forradalmat voltaképpen a kodifikáció tombolásának tartotta, ezért nem meglepő, hogy a forradalom és a szabadságharc idején az úgynevezett békepárthoz tartozott, és nagy hibának tartotta a trónfosztást, ugye 49. áprilisban. Tehát ha feltesszük azt a kérdést, hogy szabad akarat-e, avagy végzet, ami mellett Kemény Zsigmond állásfoglalt, hogy akkor erre azt tudjuk mondani, hogy mind a két fogalom érvényesül a Kemény Zsigmondi világban, és mind a kettő meglehetősen kiélezett formában. Tehát ezeknek a szembenállása, ugye ezeknek a szembenállása az egyéni a szabad akaratnak és a végzetnek a halatlan éles szembenállása, együttes érvényesülése és ezáltal a szembenállása, ugye ez az, ami Kemény Zsigmond világképét politikai felfogásában és szépírói teljesítményében is nagy mértékben meghatározta.